Úristen, ez mit csinál? Ez engem néz. Ez ide jön? Le fog ülni? Jézusom. Meséljek neked az életemről. Hát... nem. Mit csináljak, hogyha az osztály creepy-e ide ül mellém, és megkérdezi, hogy meséljen-e az életéről? Csináld azt, mintha lejönnél a parkba futni, és kocogjál. Szóval a csótányok finomak. Sajnos nincs sok otthon, de mikor ezt megtudta, anyukám kidobott otthonról. És hangyakorát tettem abban. Egyszer vetettem füvet, mézet és csillagot és hangyát a turmixképbe. És megittem, finom volt, megkérsz? Bocsi, de éppen futni voltam. És csak megálltam frissíteni, szóval. De jó! A pszichiáterem úgyis régóta mondja, hogy sportolnom kéne. Megyek veled. Hát, rendben. Menjünk. A telefonodon üzenjed meg az egyik osztálytársadnak, hogy jöjjön érted, és kamúzza azt, hogy elvisz randizni. Mindenki azt mondja, én csináltam régen a tüzet a WC-ben. Pedig nem is én voltam. Mondjak egy titkot. Én voltam. Szóval piromániás voltam, és mikor mindenki rám fogta, hogy én gyújtottam fel a WC-t, nem én voltam. Jó, mivel a barátom vagy, elmondom. Én voltam, de ezt itt. Ez az allergia. Gyere, menjünk el moziba. Csak egy van olyan, hogy nem hoztam pénzt. Ó, most nálam sincs. Nálam van! Meghívlak titeket. És mit akarsz megnézni a vampírok báját? Azt imádom! Csinálj úgy, mintha süket lennél. Süket vagy? Jó. Szerencse, hogy még 10 évig tanultam jelbeszédet. Na, te lenni nekem barát, te is mondj valamit. Mennyi közös van bennünk? Nekem is a giliszta a kedvenc ételem. Még senkivel nem találkoztam így. Szerintem hallgasd meg. Mondjuk dicsérd meg a haját, ez biztos jól esik neki. Csak szeretetre vágyik. És akkor majd úgyis békén hagy. Szóval ez életem története. Hát legalább a hajad szép. Köszönöm, de igazából ez csak paróka. Az igazi nőt sokkal szebb. Tényleg? Igen. Hordjam így? Persze. Te voltál az egyetlen egy, aki meghallgatott. Hát, végül is nem is volt olyan szörnyű. Igazából csak kitaláltam az egészet.